Jó reggelt kívánok! Bár kormányzati körökben egyre többször kerül szóba az élelmiszerek áfájának csökkentése, szakemberek szerint a most körvonalazódó tervek talán mégsem okoznának lényeges árcsökkentést az élelmiszer árakban. Szőlősi Rékát, az EFOSZ titkárát kérdezem, hogy miért nem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Igazából talán ez nem is így igaz, hogy nem okoznának lényeges árcsökkentést. Az a kérdés, hogy az élelmiszer láncon belül hol jelenne meg ez az árcsökkenés igazából. Nyilván azt szeretnéd, elvileg a kormány is, meg elsősorban az emberek, hogy a fogyasztóknál jelenjen meg ez az árcsökkenés. Ezt szeretnék, csak az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy amikor áfa csökkentés volt, akkor ez nem feltétlenül jelent meg ugyanolyan arányban a fogyasztói árakban. Az áfa csökkentés az élelmiszeripar szempontjából azért nagyon fontos, mert hozzájárulna ahhoz, hogy a fekete gazdaság aránya csökkenjen. Mert az a probléma, hogy ez nagyon magas áfa, ez vonzóvá teszi az illegális technikákat. Azt meg lehet mondani, hogy az élelmiszer ágazat mely részeiben leginkább probléma ez? Hát ugye a húsipart szoktuk említeni, mint elsődleges érintetet ebben a témában, de nagyon fontos lenne szerintünk, hogy ne egy-egy ágazatot vizsgáljunk külön, hanem nézzük meg, hogy az Európai Unióban általában mely élelmiszerek tartoznak a kedvezményezett áfakörbe, és Magyarországon is az irányba kéne menni, hogy ezen élelmiszerkörök mind belekerüljenek ebbe a csatornába, mert hogyha csak egy ágazatot vagy kettőt veszünk ki, akkor a problémát egész egyszerűen odébb toljuk, tehát a csalók átmennek máshova. Hát most például a húságazatról konkrétan szó van, hogy a kedvezményes áfa itt érvénybe léphetne, de nincsen szó egyelőre kormányzati oldalról, legalábbis a zöldség gyümölcságazatról. Az ágazat érdekképviselői persze hangosak, és mondják, hogy nekik is szükségük van erre a segítségre. Így van, tehát ez, hogy ők is most megjelentek a színen, ezt mutatja, hogy igazából nagyon sok helyen lenne mit tenni, és az a baj, hogy nem győzöm magukat, hogy a 27%-os áfa mellett nagyon megéri sajnos csalni. Tehát a 10%-os, hogy képzeljük el egy ilyen csalásra szakosodott szervezetet, akár hús, akár zöldség területen? Igazából ennek különféle technikái vannak, én sem vagyok ennek külön szakértője. Az a lényeg, hogy 10%-os áfánál már nem éri meg csalni. Tehát körülbelül ez az a százalékos arány, amikor már gyakorlatilag nincs különbség az illegális és a nem illegális jövedelmek között ebben a tekintetben. 10%-os áfakulcs viszont jelenleg nincsen Magyarországon, és az Európai Uniós szabályok értelmében háromféle áfakulcsot alkalmazhatnak. Tehát ha akarnának bevezetni egy 10%-osat, akkor valamelyik kulcsot át kéne alakítani, tehát vagy meg kell emelni a legalsóbb 5%-os kulcsot, vagy pedig egy csomó bevételtől elesik a költségvetés más területen is, mert hogy az egyik magasabb kulcsot kell elveszíteni. Mindegy, úgyhogy a 10%-inkat csak érzékeltetni szerettem volna az arányt, hogy a 27-től a 10 azért egy nagyon nagy változás, tehát bármiféle csökkenés ez nyilván jó lenne, de hogy lássuk azt, hogy ez a 27% ez micsora vonzerőt jelent. De önök mit tartanának reálisnak? A létező áfakulcsok valamelyikét, vagy egy új kulcs bevezetését? Szerintem ezt a rendszert sokkal komplexebben kell nézni, és az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének nincs is ilyen javaslata. Tehát a mi tagjaink, az ágazatok nyilván, hogy egymással is versengésben állnak. Tehát mi azt szoktuk mondani, és azt kell mondani a mi székünkből, hogy mindenképpen szükséges az, hogy egyrészt csökkenjen, másrészt olyan kosár alakuljon ki, ami a többi Európai Uniós ország kosarához hasonló. A kosár alatt mit értünk? Azt, hogy mindenféle élelmiszer típusból azok legyenek benne, amelyeket alapvető élelmiszernek tartunk? Így van, tehát hogy melyek azok az élelmiszerek, amelyek alapvetőként definiálhatók, mert ugye azok is egymással versengenek. Tehát kártékony az, hogyha mondjuk az egyik fehérje forrás beleteszem, a másikat meg nem. Tehát... De hogy lehet eldönteni, hogy mondjuk azonos típusú termékeknél, és itt mondjuk szokták példának mondani a kenyeret, melyik az, ami még alapvető élelmiszernek minősül, és melyik az, ami már luxus terméknek? Hát azt gondolom, hogy ez nem a mi tisztünk, hogy ezt eldöntsünk. Az a lényeg, hogy nagyon kell vigyázni akkor, amikor belenyúlunk ebbe az egészbe, hogy hova és mennyi csökkenést teszünk. Na de hát éppen ez az erre hivatkozott egyébként korábban is már számos ágazati politikus, hogy ez egy szinte lehetetlen feladat meghúzni ezt a vonalat. Szinte lehetetlen, de az tény, hogy ha ez a 27% megmarad, akkor ez az egyik olyan szög azért a magyar élelmiszeripar koporsójába, ami hozzá fog ahhoz járulni, hogy sajnos egyre inkább csökkenni fog a boltokon, a polcokon, a Magyarországon elváltott élelmiszerek aránya. Hát ez nem jövő idő tulajdonképpen, amiről itt beszélhetünk, hiszen ez már megtörtént. Állítólag pár évvel ezelőtt még 90% körül volt a magyar élelmiszerek aránya a polcokon, és most ez már 60 körül van. Ez így van. Sajnos ez így van, és a tendencia folytatódik, néha egy picit emelkedik, de a süllyedés, és ez a 90-64% ez gyakorlatilag az EU csatlakozás óta, tehát nem egész 10 év alatt következett be, és az a baj, hogy ezt nagyon sokszor elmondjuk,
és próbálja az iparág képviselni azt, hogy valamit tenni kéne holisztikus szemléletben ezért az iparágért, de azt látjuk, hogy sajnos kicsit mostoha gyerekek vagyunk egy általában a feldolgozó iparban, mert ugye az élelmiszeripar is végül is egy feldolgozóipari ágazat, tehát a gazdasági tárcához tartozna bizonyos szempontból a képviselete. Ugyanakkor, mivel egy speciális iparág és a mezőgazdaság által előállított alapanyagokat használja fel, ezért hagyományosan a mezőgazdaságért felelős tárca kezeli, csak ugye az élelmiszeripar az élelmiszerláncon belül is be van szorulva egy szűk mezsgyére, mert egyik oldalról nyomja őt az alapanyaggyártó, másik oldalról a kereskedő, és valahogy hogy mindig azt érezzük, hogy egy kicsit a periférián mozog az élelmiszeripar kezelése, sokszor úgy érezzük, hogy elhalnak azok a figyelemfelkeltő hív, vagy felszólalásaink, amelyeket észre kéne venni az érintett. De most mintha jobban figyelne a politika az élelmiszerágazatra. Lázár János nem olyan régen Hódmezővásárhelyen beszélt 10%-os áfakulcsról, egyébként ő kifejezetten a sertés és a baromfi ágazatot említette, de a Vidékfejlesztési Minisztérium is bejelentette, hogy megkezdtek egy újabb köregyeztetést a Nemzetgazdasági Minisztériummal arról, hogy az élelmiszerágazat áfáját csökkentsék, és itt már elvileg más területekről is szó lehet. Azt mondták eddig az illetékesek, azt hiszem egybehangzóan, hogy ők például az élő kereskedelmet nem vonnák ebbe be, de a többiről egyeztetnek. Igen, de ennek nagyon örülünk egyrészt, hogy egyértelműen van legalábbis szóbeliség szintjén egy felénk forduló figyelem. Mi azt szeretnénk, hogyha kicsit globálisabban kerülne kezelésre a probléma, és valaki tényleg átgondolná azt, hogy milyen sok tényező járul ahhoz hozzá, hogy egy ipari ágazat, például az élelmiszeripar milyen irányba indul el, és mi úgy látjuk, hogy ezek a egyes intézkedések, ezek valóban jók lehetnek, de igazából akkor élnék el céljukat, hogyha ezt egy átfogóbb szemléletben vizsgálnánk. Tehát önmagában az áfa csökkentés sem lenne válasz, még akkor sem, hogyha a teljes élelmiszeripari vertikumra bevezetünk. Biztos, hogy ez egy nagyon nagy lépés lenne. Hangsúlyozom még egyszer, elsősorban a mi szempontunkból a fekete gazdaság visszaszorulása miatt, mert a versenyképességünk drasztikus romlását, ami a fő probléma, az többek között ez a tényező okozza. A fogyasztó kevesebbet fizetne az üzletben? Biztos, hogy kevesebbet fizetne, és azért is, mert hogyha az iparág egy kicsit fellélegezhetne, mert most jelenleg gyakorlatilag a tartalékok felélése folyik, és végre lehetne a technológiai fejlesztésre valamit költeni, akkor több élelmiszert lehetne Magyarországon előállítani, a kereskedők többet tudnának a hazai előállítóktól venni, nyilván ha nő a forgalom, akkor csökkenhetnek amiatt is az árak. Milyen tényezők vannak még, hiszen azt említette az előbb, hogy önmagában ez kevés? Ugye legelsősorban beszélnék a különadókról, tehát ha dacára annak, hogy a kormány kifejezett szándéka az volt, hogy ne hárítsák át az egyes érintett szektorok ezeket a különadókat, az élelmiszeripar kimutathatóan egyértelműen érzi mind a bankadót, mind a kis kereskedelmi cégekre kivetett adót, mind az energetikai adót, hiszen ugye az ő költségei ezáltal megnövekedtek. A minimálbér emelkedése az nagyon erősen érinti az élelmiszeripart, hiszen az élelmiszeriparban arányaiban többen dolgoznak minimálbéren, mint a többi feldolgozóipari ágazatban. Nagyon súlyosan érint minket az, hogy az Európai Uniós forrásokból eleddig keveset kaphatott az élelmiszeripar, és ez megint egy másik fontos kérdés lenne azt megtárgyalni, hogy vajon pontosan ismeri a Magyarország, hogy az Európai Unió mit enged az élelmiszeriparnak, milyen beruházásokat, mert sokszor azt tapasztaltuk az elmúlt 10 évben, hogy az egyik célirányzatból a másikba passzogattak minket, és mindenki azt mondta, hogy az élelmiszeripar onnan nem kaphat. Tehát az nagyon fontos, hogy a következő pénzügyi tervezési időszakban az élelmiszeripar és a teljes élelmiszeripar, tehát nem csak kiemelt egyes éppen aktuálisan előtérbe helyezett szektorok kaphassanak fontos beruházási és technológiai támogatásokat, mert különben ez a körülbelül 10 éves lemaradás, ami most itt technológiailag van Magyarországon az élelmiszeriparban, az nem hogy csökkenne, hanem növekedni fog, és akkor tényleg ez a magyar áruk arányának csökkenése sajnos borítékolhatóan be fog következni, amit nagyon remélek, hogy nem így lesz. És az, hogy az Európai Uniós támogatások tekintetében ennyire mostoha gyerek volt eddig az élelmiszeripar, az azért volt, mert tényleg nem az élelmiszeriparnak szánták ezeket a támogatásokat, vagy azért, mert egyszerűen a magyar állam megfelelő tisztségviselői az elmúlt években kormányokon átívelően egyszerűen nem értettek a területhez? Ez megint visszakanyodnék oda, hogy az élelmiszeripar érdekérvényesítő képessége kicsit, tehát ugye a mezőgazdasági termelőkhöz képest, vagy a közös agrárpolitikán belül ugye ez a szeret, ez elvileg picike, és
nyilvánvaló, hogy ahhoz egy tagállamnak is tapasztalatokra van szüksége, hogy tudja azt, hogy hogyan lehet fejlesztési forrásokat célzottan, például az élelmiszeriparra. Tehát lehetne, csak senki nem tudta, hogy hogyan. Lehetne, még csak ezt sem mondanám, hogy természetesen senki nem tudta, hogy hogyan, csak valahogy mindig elsikadt ez a probléma a nagyobb problémák mellett. És a különadók tekintetében eddig már forintosították, hogy ez mennyibe került az ágazatnak? Nagyon nehéz ezt forintosítani. Most készült egy tanulmány, és ott egy olyan szám jött ki, hogy körülbelül egy 50 milliárdos pluszköltséget jelentett az elmúlt 3 évben ez az összeg. Szerintem egyébként itt összegekről ebből a szempontból nincs értelme beszélni, inkább arról van értelme beszélni, hogy sajnos ez évről évre növekszik. És nem csak az élelmiszeriparra célzott különadó, a NETA, a népegészségügyi termékadó sújt minket, és abban például az is probléma, hogy nem az egész ágazatot érinti, hanem egyes ágazatokat jobban, és ráadásul pont azokat az ágazatokat is érinti, amiket még a fekete gazdaság is még jobban érint. Tehát az a baj, hogy tulajdonképpen az egyes szakágazatok így jobbra-balra dőlnek a pofonoktól, és ezt már számszerűsíteni, hogy mi miatt van, hogy a csökkenő fogyasztás miatt, a csökkenő jövedelem miatt. Azt mondta, hogy a különadókat azért fizetik meg önök, mert hogy ugye áthárítják egyéb szereplői a gazdaságnak, mondjuk például az energiaszolgáltatók. Önök is áthárítják? Nem tudjuk áthárítani, illetve jellemzően nem tudják áthárítani, főleg a kisebb, közepes vállalkozások. Ugye a kereskedő nem fogja automatikusan az árakban elfogadni a költségnövekményt. Tehát ez az alkupozíciónk, ugye általában, mivel a kereskedelem nagyon erősen monopolizált és központosított, ők nagyon nagy vásárlóerővel rendelkeznek, nem feltétlenül fogadják el, mert nem akarják, hogy csökkenjen a forgalmuk, úgyhogy ez a prés, ez úgy szépen nyomódik össze. Milyen eredménye volt eddig ennek a présnek? Lehet tudni, hogy mondjuk hány vállalkozás ment csődbe, hogy hány álláshely szűnt meg mindennek köszönhetően az elmúlt években? Álláshelyekről tudjuk, hogy ez olyan 3000 körül van. Az élelmiszeripar az közvetlenül 100 000 embert foglalkoztat, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 3%-a megszűnt. Ugye az álláshelyek megszűnése az nem mindig negatív, most abból a szempontból nézve, hogy a versenyképességgel elvileg az is jár, hogyha fejlődik egy vállalkozás, modernebb gépeket vesz, akkor bizony kevesebb munkaerőre van szüksége, de itt nem ez történt. Tehát a más adatok viszont azt mutatják, hogy ez egyértelműen egy olyan leépítés, ami nem a hatékonyság növekedésével jár együtt. Tudunk arról, hogy nagyon sok cég ment tönkre, például a népegészségügyi termékadó kapcsán nagyon sok kis vállalkozás ment tönkre, akik a sós rágcsálnivalókat állítják elő, például Nógrád megyében hagyományosan, ők már ezt nem tudták kigazdálkodni. Általánosan elmondható, hogy logikus, hogy minél kisebb egy vállalkozás Magyarországon, annál nehezebben tudja a már nem meglévő, ráadásul tartalékaiból ezeket a költségnövekményeket finanszírozni. És mi lenne a megoldás az, hogy például ne legyenek különadók? Nyilván az lenne a legjobb megoldás. Az biztos, hogy az élelmiszeriparnak is az adó terheltségét csökkenteni kéne. Én tudom, hogy minden ágazat ezt mondja, de tényleg a számok azt mutatják, hogy ha fontos nekünk, hogy a magyar fogyasztók magyar élelmiszereket tudjanak venni a polcokon, akkor valamit ezzel is kezdeni kell. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam. Köszönöm a lehetőséget.